Na, szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Tökölön. És hát igazából azt a Kárpát-nohabot, amit tulajdonképpen volt, hogy hát tényleg mondhatni, hogy évekig vadáztam, hogy valahol ki tudjam csípni és le tudjam fotózni, és ne csak a Kőér utcai telephelyen láthassam, azt most bő egy hét alatt tulajdonképpen három alkalommal is látom. Ugye elsőként Kelenföldön találkoztam vele, aztán mi is volt a második? Ja, hát persze, Andrissal most ugye Sziget-Szent Miklóson, mondjuk oda tudatosan mentünk. És hát most ideje Tökölre is nagyon tudatosan jöttem, csak nem mondjuk nem a nohabért jöttem Tökölre, hanem egyéb dolgok miatt, mármint egy videó szempontjából is. Úgyhogy nem ez lesz a fő attrakció a mai videóban, de hát azért ne hagyjuk már ki, hogyha pont itt van. Kárpát-nohab. Hát láthattátok, láthattuk már. Lehet, hogy már egy kicsit unalmas is valakinek, de hát ugye most itt a felújítás kapcsán, itt a H6-os vonalon kicsíphetitek bőségesen. Ugye Tökölön szokott pihenni ez a gép, és ugye hát itt rakodják meg zúzott kővel, itt mellettem szerintem ebből a halomból merítenek. És ugye láthattátok is múltkor, hát ez pár napja volt igazából, 2-3 napja, amikor is éppen szórták ugye a kavicsot. Jó nagy porral járó meló az, tapasztaltuk, és hát ugye ilyen esetben ugye azt is láthattátok, hogy milyen lassan, tulajdonképpen ilyen 10 km meg 5 km per órákkal döcög a nohab, és szerintem azért egy így, tehát szerintem azért így vezérszemmel eléggé unalmas munkafolyamat lehet így 5-10 km per órákkal ilyen 50-100 métereket döcögni. De a lényeg az, hogy ide hozzák be Tökölre, mert ugye itt van bőven hely félretenni, meg megrakodni is, de legjobb tudomásom szerint, tehát nyilván az éjszaka folyamán is itt pihen. Na, visszafele tekintünk Tököl, jó napot kívánok, Tököl állomásra, és akkor szépen megyünk Szigethalom, Sziget-Szent Miklós irányába, ami majd az ellentétes irányba lesz, tehát arra. És hát mondom, elméletben nem kell azzal számolnom, hogy itt valami nagy pusztaságokba kell majd sétálgassak, maximum, hogy nem lesz járda, de hát annyi baj legyen, majd megyek az útszélén, vagy itt a füves sávba. És hát mivel jól össze van nőve, ezért elég sűrű lesznek a megállási pontok. Majd a következő az azt hiszem Szigethalom alsó lesz, ha jól emlékszem. Aztán Szigethalom, és akkor úgy utána érkezünk meg gyártelepre. Láthatjátok, ott van a viszont lágy tojás tábla, és hát onnantól már Szigethalom. Igazából itt az útkereszteződés az már halom, úgyhogy ennyi, hát is értünk úgymond egyik településre a másikra, és megvárjuk a hévet, és azt le is fotózom, meg videózom, mert most jön szemből. Ja, egyébként aki valamilyen nagyon nagy megfejtést vár ettől a videótól, vagy valami nagyon nagy érdekességet, olyan nagyon nagyot nem fogok nektek tudni mutatni. Leginkább azért jöttem ki, mert mint tudjátok, engem minden érdekel, minden is érdekel, és hát erre még életemben nem jártam. Tehát abszolút az itteni héves történeteim kimerülnek egy Sziget-Szent Miklósi kalandba, az is a József Attila lakótelepig, tehát a József Attila telep, nem tudom pontosan. Tehát, hogy ebbe kimerül az itteni hévezésem. De még csak autó van se. Tehát, hogy ez a Tököl, hol vagyunk most? Szigethalom. Szóval ezek nekem teljesen kiesnek, úgymond, vagy kiestek az életemből. Nem volt erre semmi, úgymond, ami miatt mondjuk erre kellett volna jönnöm. És egyébként, itt jó kimosta a vágányt. Szerintem az esőzés volt ilyen brutál. Több helyen is. No, és egyébként pont Andrissal beszélgettünk, mert mondtam neki,
viccesen, hogy mondom, a ráckevéhévről annyi anyagod van, mert egyébként tényleg a legtöbb anyaga a hévek tekintetében a ráckevéhévről van, és akkor hát mondta, hogy igen, hát most miről legyen, mert a többi hév az nem a kedvence, sőt, konkrétan nem is nagyon szereti őket, és mondtam neki, hogy hát mondom, tulajdonképpen ezzel én is így vagyok, nincs nagy kötődésem egyik vonalhoz sem, de hogyha a hangulatot tekintjük, akkor valóban itt a ez a ráckevei hév, ez egy olyan tényleg héves hangulat. Ugye a Csepelit azt semmiképpen nem nevezném hívnek, azon kívül, hogy az, de úgy hangulatában semmiképpen sem. Közben egyébként itt beérünk Szigethalom alsó megállóhelyre, ami csak ez az egy peron esőbe álló, plusz esőbe álló kategória. Tehát igen, így hangulatot tekintve én a Szentendreit nem tartom hangulatosnak, és akkor most ne lincseljetek meg, de még szerencsére ebbe András is egyetértett velem. Amit még hangulatosnak tartok, az nekem a Csömöri kiágazás. Az egy olyan kis feelinges, bár rövidke, de az egy jó hangulatú kis kiágazás. De ez a ráckevei, ez így hosszantartóan tud hangulatos, van egy bája hangulatos lenni. Úgyhogy ezt ajánlom nektek, hogyha még nem próbáltátok, tervezem egyébként teljesen le ráckevéig. Ezt tudnotok kell, hogy tökül után ráckevéig egyvágányú a pálya. És hát ott más ritkában is jár, ugye órás menet van. Kerülgetniük is kell egymást a híveknek még így is, mert ahhoz meg ugye még hosszú a menetidő Tököltől. Összességében nagyjából 80 perc a menetidő Közvágóhídtól Ráckevéig. Feljött egy téma, úgyis sétálnunk kell, mert itt most nem látjuk a hévet, mert a töltés túloldalán van. Most egy picit sétálunk Szigethalomig, mármint hogy a, nem is tudom, hogy megállóhely vagy állomása, most ezt meg nem mondom nektek. De a lényeg az, kapok egy üzenetet, most ahogy bekapcsoltam a kamerát azelőtt, hogy szia, melyik a kedvenc vonatod? Meg reggel is jött két ilyen, hogy szia Mizu, nagyjából, meg már ne haragudjatok, olyan kérdések néha, amiket sima egy Google kereséssel amúgy, egy sima Google kereséssel, és tudom nagyon jó, hogy képes rá szinte mindenki, sőt mindenki, csak alapvetően azért ír rám, hogy mondjuk hogy rám írjon, és hogy én majd válaszolok, és hogy majd beszélgetünk, de erre nincs időm, hogy ilyenekről beszélgessünk, hogy szia Mizu, meg melyik a kedvenc vonatod, és az a baj, hogy elvesznek közben azok az e-mailek, így ebbe a rengetegbe, amiknek meg van értelme, amiket meg szívesen olvasnék, amik meg hosszú, normális hozzászólások, esetleg kritika, esetleg javaslat, és az a baj, hogy múltkor is egy srác tök jó levelet írt nekem, és lehetett is volna belőle videó, hát de persze akkor olvastam már el, amikor már 3 napja elmúlt a történet, amiről írt, hogy érdemes lenne oda kimenni. És hát bosszantó. Nagyon bosszantó. És nem is baj, mert tudom, hogy most esetleg egy-két ember meg fog haragudni rám. Nem baj, de remélem inkább, hogy megértitek, amit akarok mondani, hogy... Aha, ott ki tudunk menni. Ja, jó van. Itt vagyok. Ott a vágány. Menjünk már a vágány mellett. Hát, ha tudunk egy pár jó fotót lőni a hívről. Szóval, a lényeg az, hogy tényleg, srácok, kérlek, csak akkor írjatok rám, hogyha annak tényleg olyan tartalma van, ami jó, mondjuk ez is szubjektív, hogy ki hogy dönti el, de szerintem azért értitek a szia, hogy vagy, meg Mizu között, meg a mondjuk egy mit tudom én leírja, hogy pápuszta külső lesz majd holnap egy nagyon érdekes szállítás, és ha esetleg érdekel, akkor gyere ki. Szóval azért remélem értitek a kettő közötti különbséget. Vagy mondjuk megírja, hogy figyelj ide, ezt most nagyon rosszul mondtad, mert én ott voltam és én már akkor ott dolgoztam, és mit tudom én, 1946-ban is ott volt már az a vágány, te meg azt mondtad, hogy 20-as években felszedték. Szóval ezek azok a levelek, meg e-mailek, amiket szeretnék olvasni, és szeretnék időben olvasni, és a Szia Hello Mizu, az pedig az az e-mail, meg az a levél, messenger üzenet, teljesen mindegy, amire igazából nincs időm, de szerintem egyébként senkinek sem. Tehát, hogy a mai rohanó világban kétlem, hogy bárkinek arra lenne ideje, hogy tulajdonképpen ismeretlen emberekkel semmiről beszélgessenek, mert nincs téma, tehát ez a Szia Hello Mizu, hát ezt akkor szoktuk írni, nincs téma, csak úgy beszélgetni akarsz valakivel, vagy unatkozol. Jó, úgyhogy ennyi igazából, csak kérlek szépen titeket, hogy ezeket mellőzzük meg. Olyan kérésetek van, vagy kérdésetek van, hogy lehet-e venni még olyan akciókamerát, mint ami az egyik videómban nekem volt. Srácok,
nem vagyok médiamárk, nem tudom, hogy lehet-e venni, de szerintem ezt én is csak úgy tudnám meg, hogyha rákeresek a Google-be, amit szerintem ti is meg tudtok csinálni, szóval, hogy tényleg nem sértésként mondom, de ezek olyan levelek, amiket nem ár, jó? Na, menjünk tovább. Viszont ez egy másik téma, amit még szeretnék mondani, és ezt leginkább a híveseknek szeretném küldeni, mert mostanában baromi jó dolgokat csinálnak, és nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, mint utas, mert egy átlag utas vagyok én is, tehát nagyon meg vagyok elégedve azokkal a fejlesztésekkel, amikkel próbálkoznak, és amiket csinálnak is. Viszont egyik alkalommal, nem ma, mert ma már tudatosan vettem jegyet előre, de egyik alkalommal lekéstem volna a hív, vagyis a vonatot, bocsánat, ugye ott Erzsébeten. Az erzsébeti állomás, az, tehát mondjuk a hív meg a vasút, az körülbelül olyan 700 méterre van egymástól, kb. És láttam, hogy le fogom késni, ott is ment el a flört, már integettem is neki. Na, mondom, jó van, egyébként erre fele jöttem, Dunaharaszti irányába, ugye aki nem tudná, Dunaharasztin a kelebiai vonal is áthalad, illetve a hív is áthalad. Na, mondom, jó, hát nem baj, mondom, itt a hív, akkor felcsapunk rá, azt megyünk. Na most mondom, akkor megkeresem az automatát, Pest Erzsébet felső ugye az állomás neve, a hív állomás neve, tudnotok kell, hogy volt automata. Tehát még januárban vissza is néztem régi videóimba, igaz, hogy nem konkrétan azt videóztam, de belelátszódott, tehát volt automata. Most nincs automata, és 10 perc volt a hív indulására. Nyilván nem készültem azzal, hogy majd híveznem kell, nincs bérletem, mert én csak vasutat használok. Jó, hát mondom, akkor majd veszek a híven, nincsen probléma. Biztos, hogy ilyen vasutas fejjel gondolkoztam igazából, mert mondom, biztos, hogy ha nincs jegykiadás egy állomáson vagy megállóhelyen, akkor egyértelmű, hogy lehet venni. Fel is száll Millennium telepnél az ellenőr, mondom neki, Pest Erzsébet felsőn szálltam fel, ott nincs automata jelenleg már, és szeretnék jegyet vásárolni. Azt nem lehet. Budapesten belül neked előre meg kell venned a jegyet. Nincs olyan, és nem is számít az, hogy van egy helyen, megálló helyen vagy állomáson automata, vagy sincs, vagy van egy jegykiadás, vagy sincs. Neked gondoskodnod kell arról, hogy legyen jegyet. Hát mondom, ne haragudjon, hölgyem, nem gondoskodtam arról, hogy legyen jegyem, mert mondom, nem szoktam igénybe venni ezt a fajta szolgáltatást, mondom, vonaton vagy vasúttal közlekedem, arra meg van külön kártyám. Tényleg nincs olyan, vagy nem volt olyan indítatásom, hogy én mindenképpen lógjak, nem is akarok lógni, meg szeretném venni a jegyet, meg is mondtam, hogy hol szálltam fel konkrétan. Igazából le a kalappal az ellenőr előtt, mert az emberség szóljon belőle, megoldottuk igazából, nem volt semmi probléma, nem kellett büntetést fizetnem, ezt innen is köszönöm. Viszont mennyire inkorrekt már ez egyébként? És jó, mondhatjátok, hogy de hát a másik BKK-s, vagy más BKK-s járatokon is ugyanígy van, tehát például mondjuk ugyanígy van egy buszon, ugyanígy van egy villamoson, hogy ha nincs egyed, akkor megbüntetnek, és előre kell gondolkodni. Bár ugye rengeteg buszon meg villamoson már lehetett, most nem tudom, hogy éppen a jelenlegi helyzetet tekintve van-e jegykiadás, de ez most lényegtelen is, hogy éppen van-e jegykiadás. Normál esetben lehetett már, de nem mindenen, ez tény és való. De valahogy a hívet én máshova sorolnám már, pláne, hogy a MÁV kezelésében van, és egy kicsit azért inkább a vasút felé kellene tendálni az ilyenfajta követelményeik tekintetében. Most őszintén egyébként nem az a cél, hogy mindenki fizessen, úgymond a szolgáltatásért. Én például szerettem volna fizetni, de nem tudtam az állomáson fizetni, és tulajdonképpen nem tudtam volna normál esetben az ellenőrnél sem fizetni. Na, itt vagyunk közben Szigethalmon, hát ez sem egy baromi érdekes történet. És akkor innen gyártelep tulajdonképpen már csak pár száz méter, nem is, 5-600 méter van a kettő között kb. Itt most átbandukolunk, aztán majd még befejezném a témámat, de ezt nézzétek meg. Itt vagyunk most már, hát gyártelephez nagyon-nagyon közel, de például erről a vágányról semmit sem tudtam, és ha nem sétálgatok itt, akkor nem is tudom meg. Egyébként tovább nem megyünk, mert ha minden igaz, akkor magánterület. Ez a sztori, innentől, ugyanis itt egy tábla. Nézzétek meg, magánút. Jó, mondjuk gépjárművel, de akkor sem. Na, ezt majd meg fogom nézni, hogy ez mi lehetett, ez milyen kiágazás, de mint láthatjátok, 1000 éve kiszedték a kiágazás konkrétan, csak itt meghagyták a vágányt. Ez nem semmi érdekes. Egyébként a gyártelep az
az ott található. Egyébként itt láthatjátok, a talpfák még itt megvannak. Itt már vágány nincs, meg ugye maga a kiágazás az ki lett szedve. És egyébként jön is egy hívecske, úgyhogy már át nem megyünk a vágányon. Szépen szélen elosonunk. A kiskutyát sem zavarjuk, ami nem is olyan pici. És levesszük a hévet, ahogy eljön. Amúgy arra rájöttem, hogy mindig ugye fotózok, mikor itt veszem a hévet nektek. Szóval az biztos, hogy belekattog állandóan, azért elnézéseteket kérem. Remélem, hogy azért az élményből nem vesz le, mert viszont meg tök jó képeket tudok csinálni, vagyis hát az én világomban ezek jó. Ezek a képek. Mondjuk elég rossz helyet választottam egyébként a fotózásra, de nem baj, hirtelen jött. Na gyere! Te szépség. Nem csúnyák ezek egyébként, ezek a hívek. Hát nem lett életem képe. Na, szuper! Itt le is mászunk erről a kis emelvényről. Egyébként ott már a benzinkutat nem tudom mennyire látjátok, de meg is érkeztünk az állomásra. Én azt mondom egyébként, és folytatom a gondolatmenetemet akkor, végre, hogy szimplán utasbarát hozzáállást kell tanúsítani, és igenis engedni az utasoknak azt, hogy vásárolhassanak egyet az ellenőrtől, vagy, és akkor itt a nagyon nagy vagy, minden állomásra, megállóhelyre Budapesten belül és kívül, mondjuk kívül tudom, hogy lehet venni, ezt nem tudom mennyire fogalmaztam meg, szóval, hogyha mondjuk itt egy Szigethalmon, nem tudom, nem figyeltem, hogy van-e automata, de tegyük fel, hogy nincs, akkor az nem probléma, akkor aztán megvásárolhatod egyébként az ellenőrtől, ez csak Budapesten belül érvényes, de igen, és akkor vagy automatát kell telepíteni minden egyes megállóhelyre, állomásra, vagy automatát kell telepíteni a járművekre, vagy meg lehessen venni az ellenőrtől a jegyet, de nem érzem, meg nem értem, hogy miért az a hozzáállás, hogy nem tudtál jegyet venni? Nincs automata? Meg vagy büntetve? Szóval, hogy ne ez legyen a hozzáállás, a cél az legyen, hogy fizessenek az emberek, természetesen, de ne így, és ne büntetést. És akkor egy csodálatosan szép Ikarusz is bekúszik itt a képbe. Egy jó képet már lőttem egy ilyennel, sőt, Ikarusz kígyó jön itt, de jön még egy. Na, ezek királyok. Már azt látom mondjuk, hogy itt nehéz lesz nekem átjutni a túloldalra, már pedig át kell. Megérkeztünk közben ide gyártelepre, és mindenki hozom magával készpénzt, mert hogy szerettem volna egyébként venni egy kis élelmiszert, de nem tudtam, mert az egyik büfé sem, pékség se, semmi nem fogad el kártyát, és csak kártya van nálam, úgyhogy egyre a dohányboltba tudtam venni egy üdítőt. És megmondom az őszintét, nem akarok nektek hülyeséget mondani, és bár itt lenne most Becski Andris, de nincs itt, mert ez a kiágazás eléggé furcsa, ugye már láthatjátok, hogy le van aszfaltozva, de aztán bőven lehet, hogy most rosszat mondok, viszont itt ugye megvolt valamikor a kiágazás a taksonyi hív kapcsán, amit majd egyébként terveznék bejárni, és arról egy külön videót szeretnék csinálni, és ahhoz Becski Andris szeretném invitálni, mert ő aztán biztos, hogy sokat tud róla mondani, pláne, hogy ő annak idején, mikor megvolt a pálya fizikailag, akkor még bejárta. Ugye amikor ott a taksonyra átvezető hidat felújították, sőt konkrétan kicserélték, akkor bontották onnan ki a vágányt, és ugye ahogy kibontották a vágányt, és nem volt folyamatos a vágány taksonyig, úgy onnantól kezdve ugye fel lehetett szedni, és fel is szedték. De utoljára ezt elég régen használták, bár ugye vannak mendemondák, miszerint még a 90-es évek leges legelején volt rajta némi forgalom, vagy a 80-as évek végén, már nem is tudom, hogy mesélte az Andris, de ezt majd elmeséli abba a videóba, amit még nem forgattunk le, de lefogunk. Szóval, hogy vannak még ilyen mendemondák, hogy használták erre-arra, de azt mondta, hogy amikor ő már a 90-es években erre a vágányra, meg az egész pályára ránézett, akkor ő már azt látta, hogy ez katasztrofális állapotban van, és hogy azon nem egy vagy nem két éve, hanem már több, sokkal több éve nem volt semmilyen mozgás ránézésre. Be volt nőve, és egyéb ilyen nyalánkságok, de mondom, ezt majd egyszer vele, mert ez annyi információt fog tudni szerintem hozzátenni, és esetleg régebbi videóiból annyi mindent be tudunk majd vágni, hogy ez kár lenne előni azzal, hogy én most itt elkezdek nektek magyarázni
esetleg butaságokat, vagy nem butaságokat, de kevesebb információt és érdekességet átadni, mint amennyi van egyébként ebbe a témába.